Sok szeretettel köszöntök mindenkit én is a mai délutánon, azokat is, akik jelen vannak, és azokat is, akik a képernyők előtt hallgatják a Isten tiszteletünket. Istentől megáldott alkalmat kívánok én is mindenkinek, és hiszem azt, hogy az Úr segítségével a mai nap is kicsikét el tudunk merülni, mélyülni az Úr igéjében. Egy jól ismert ige szakasszal készültem, és sok szempontból rendkívüli ez az ige. Én egy dologról szeretnék igazából a fókuszában beszélni erről, egy kicsikét nyilván másra is ki fogunk tekinteni, ez pedig az Isten irgalmassága. És az Isten irgalmassága egy olyan téma, ami sokszor elfeledett a protestáns teológiába, és nagyon sokszor egy rossz Isten képünk van, és ebben szeretnék egy picit segíteni, hogy Jézus hogyan is mutatja be az atyát, és hogy talán egy kis szeletét megérthetjük abból a történetből, amit most fel fogok olvasni, hogy Isten hogyan gondolkozik az irgalmasságról, és hogy Krisztus miért is lett testé. Ez egy nagyon fontos téma a Szentírásban, Jézusnak a testé létele. Tehát a ige szakaszunk az Lukács evangéliumában található a 7. részben, a 11-től a 17. versig. Egy jól ismert ige szakasz, egy jól ismert történet, és ezek alapján egy kicsikét el fogunk mélyülni ebben a témában, ahogy az időnk engedni fogja. Tehát Lukács evangélium a 7. rész 11-től 17. versig. És lőn másnap, hogy egy Nain nevű városba ment, és az ő tanítványai mentek ő vele, és nagy sokaság. Mikor pedig a város kapujához közelített, íme egy halottat hoznak valaki, egyetlen egy fiát az anyjának, és az özvegy asszony volt, és a városból nagy sokaság volt ő vele. És látva az úr, megkönyörült rajta, és ezt mondta neki, ne sírj. És odament, illette a koporsót, a vivők pedig megálltak, és mondta, ifjú, néked mondom, kelj föl. És felült a meghalt, és kezdett szólni, és adta őt az anyjának. És elfogta mindazokat a félelem, és dicsőítették Istent, mondván, nagy próféta támadt mi köztünk, és az Isten megtekintette az ő népét. És kiment ő felőle a hír egész Júdeába, és a körülvaló minden tartományba. Ahogy mondtam, sok szempontból nagyon érdekes ez a történet, és Lukács evangéliumában járunk. Lukácsra jellemző, hogy történészi szempontból írja az evangéliumot, vagyis nála az eseményeknek a sorrendje is fontos és meghatározó. Ezért is vannak ilyen különböző földrajz és újpontok a leírásában. Még ugye Máté, az főleg a beszédek összegyűjtésével inkább tematikusabban közelíti meg Jézusnak a szolgálatát. És ez a történet azért is rendkívüli, mert csak Lukács jegyzi fel ezt a történetet. Egyedül az ő evangéliumában szerepel ez a halott feltámasztásnak az eseménye. És ha a kronológiát nézzük, akkor Jézus szolgálatának az elején járunk. Ezt úgy is szokták nevezni, hogy Jézusnak a nyilvános szolgálata, amikor elkezdi az ő messiási szolgálatát. Máté evangéliumában is olvashatunk erről, a Márk evangéliumában is olvashatunk erről, és ebben az időszakban nagy jelek és csodák történnek, elhívja a tanítványait, elkezdi bemutatni azokat a messiási jeleket és csodákat, amelyeket még pluszba a korabeli farizeusok és írástudók is elváltak, és Jézus tulajdonképpen itt a szolgálatának az egyik csúcspontja közelében van, csúcspontjához közelít, és pont ezek a jelek és csodák fogják majd felhívni a Sanhedrin figyelmét, illetve a vizsgálóbizottság figyelmét, hogy itt egy messiás jelölt van, és majd ezután következik a szolgálatának az a szakasza, amikor folyamatos konfrontációban van a farizeusokkal, az írástudókkal, akik megkérdőjelezik az ő istenfiúságát, megkérdőjelezik a szolgálatának a hitelességét, egyáltalán a forrását annak, hogy honnan is meríti az erőt a szolgálathoz, és a Belzebubbal is, illetve a sátánnal is összefüggésbe hozzák, majd miután elkövetik a Szent Szellem káromlást a népnek a vezetői, ezután következik a titkos messiási szakasz, amikor Jézus nagyon sokszor azt olvassuk, hogy visszavonul a tanítványaival, sokszor egy lakatlan helyre, ilyenkor már nem mond nagy nyilvános beszédeket, sokszor elhúzódik a tömeg elől, és ez az az időszak, amikor már nem annyira intenzív a szolgálata, mint ahogy most itt a szolgálata elején látjuk. És a 7. rész olyan szempontból is különös, hogy ezt sokszor a válaszok fejezetének is szokták nevezni, ugyanis ebben a részben több történet is található, és láthatjuk azt, hogy a történetnek az előzménye majd az lesz, hogy meggyógyítja a kapernaumi százados szolgáját, és tulajdonképpen itt Jézust választ ad egy embernek a hitére.
az özvegyasszonnyal kapcsolatban választod egy reménytelen helyzetbe, egy reménytelenségre, aztán Bemerítő Jánost választod a kétségek között, és végül választod egy bűnös asszony szeretetére a Simon farizeusnak a házánál. Tehát ez pont egy olyan csokorba van összegyűjtve ez az esemény sorozat, amiben Jézus az emberek különböző élethelyzeteire egy megfelelő isteni választ ad. Ilyen szempontból is érdemes tanulmányozni ezt a 7. fejezetet, ha különböző élethelyzetben vagyunk, hogy Isten hogyan és milyen módon tud beleszólni az életünkbe. A történetünk, ahogy olvastam, is Nain városában játszódik. Érdekes, hogy az egész Új Szövetségben, sőt az Ószövetségben is ezen a néven csak itt találkozunk ezzel a várossal, Nainnal. A múltkori szolgálatomhoz picikét kapcsolatban Isakhár törzsi területéhez tartozott ez a kis város, és ez Kapernaumtól, ahol Jézus elindul, hogy ideérkezzen ebbe a városba, körülbelül 40-45 kilométerre van. Ez akkori időszámítás, vagy akkori számítás szerint egy napi járóföldnek számított, egy kicsit erőltetett menetbe, egy körülbelül 10 órás útnak számított az akkori viszonyok között. És azért különös ez a történet már itt ebből a szempontból is, hogy Nain nem egy forgalmas főút mentén helyezkedett el. Nagyon közel van Samáriához, közel a galileai térségnek a déli pereméhez, és a fő útvonalak, ami akár a Jordán völgyében van, akár a tenger mellék út, eléggé kiesik ebből az útból. Talán egy picikét még a legközelebb az úgynevezett Pátriárkák útjában van, ami Hebron, Jeruzsálem, Bétel, Sikem, és úgy felfele majd a Genezáreti tó felé megyen. Tehát mindenképpen egy teljesen mindenhonnan kívüleső városról van szó, és a korabeli feljegyzések is egy viszonylag egy ilyen pár száz, maximum 1000 fős településről tesznek említést, különösen Fláviusnak az írásai, és maga a városnak a neve azt jelenti, hogy gyönyörűséges, szépséges, kellemes, ugyanis a Jezreel völgye mellett helyezkedik el, nagyon termékeny vidék, egyébként a héber Naum kifejezés, amiben Naomi származik, a szépségem, kedvesem, ugyanennek a szónak a gyökeréből ered. És Jézusnak talán a környék ismerős is lehetett, hiszen alig 5-10 kilométerre van Názárettől. A Moréh dombjának a egyik oldalán fekszik, és feljegyzés van arról is, hogy a domb másik oldalán lévő településről, amit egy kicsikét talán jobban ismerünk, Sunem városa, ahol szintén történik egy gyermeknek a halott feltámasztása, alig pár kilométerre van a domb másik oldalán, tehát vannak itt ilyen összefüggések, amelyek a helynek a spirituális, szellemi jelentőségét, még hogyha nem is a földrajzi jelentőségét kiemelik ebben a történetben. Egyébként ma is egy pár száz fős arabok lapta településről van szó, és még nem a Ciszjordán térségben van, hanem az Izrael által is ellenőrzött területben. Ahogy mondtam, Jézus szolgálatának egyik csúcspontja a közelében van, és azért érdekes, mert az előtte lévő szakaszban azt olvashatjuk a csodálatos gyógyulását a kapernaumi százados szolgájának, és ez azért különös történet, mert egy elnyomó rendszert képviselő katonának gyógyítja meg úgy a szolgáját, hogy a körülötte lévő zsidóknak is azt mondja, hogy ekkora hitet még Izraelben sem találtam. Azért ez nem semmi, ha belegondoltok. Van egy elnyomó rendszer, egy azt képviselő katona, ott van a zsidóság a maga szokásaival, törvényeivel, hagyományaival, mindennel, és azt mondja Jézus, hogy egyik őtök se tudott ilyen hitet felmutatni Izraelben, mint ez a pogány százados. Aki teljesen tisztában volt a szellemvilág realitásával, hogy kinek a parancsára, kinek a szavára, hogyan és milyen dolgok történnek. És ugye ami a történetben nagyon érdekes, és hogy mondtam, nagyon sok különös esemény van ebben a történetben, hogy Jézus fogja magát, és egy sikeres helyről, előtte mondja el ugye a hegyi beszédet, rengetegen követik, nagy tömeg van, meggyógyul ez az ember, majd később ugye lesz majd a Jairus lányának is a feltámasztása, és itt azt látjuk, hogy Jézus egy nagyon sikeres szolgálati helyről, egy nagyon sikeres elkezdett misszióról fogja magát, és 50 kilométert gyalogol, közel 50 kilométert gyalogol, csak azért, hogy Nainba megérkezzen. Ismerős történet? Emlékeztek, mikor Fülöpöt meghajtják egy picit az apostolokat, meg a tanítványokat Jeruzsálembe, Fülöp lemegyen Samáriába, végzi a szolgálatát, egy nagyon sikeres szolgálata van, betegek gyógyulnak meg, démonokat űz, mindent csinál, és azt mondja az Úrnek, hogy menj el a gázai útra, menj el egy járatlan útra. És ez egy nagyon fontos lecke a mi szempontunkból is, és majd az Isten irgalmasság szempontjából is fontos lesz, hogy amikor valaki telve van Isten szeretetével, Isten irgalmasságával, akkor őt nem zökkentik ki a sikerek.
és képes arra a legnagyobb siker közepette is egy látszólag jelentéktelen területre, jelentéktelen helyre elmenjen. És hogyha majd kicsikét összerakjuk a mozaikot nagyon óvatosan, azt is lehetne mondani, hogy amikor Jézus elindult, ez a fiú még élt. Tehát hogyha Jézus előző nap meggyógyítja a százados szolgáját, éjszaka pihiznek, reggel Jézus szokás szerint hajnalban fel kell imádkozik, megindul, akkor körülbelül késő este, vagy az esti órákban érkezik Naimba, ami azért fontos, mert ebben az időben napnyugta előtt temették a holttesteket 24 órán belül. Tehát nagy valószínűséggel az is elképzelhető, hogy ez a fiú még akkor életben volt, amikor Jézus elindult, és valamikor a nap folyamán halt meg. Nem tudjuk pontosan, de a korabeli szokásokból még erre is lehet következtetni. És ugye Jézusnak a prófétai, illetve az isteni vezetésére mi sem jellemző, hogy úgy megy el Naim városába, nem úgy, mint a századossal kapcsolatban, hogy hírnökök mennek hozzá, hanem olvassuk azt, hogy Jézusnak valaki hírt vitt, hogy ez a fiú haldoklik. Senki nem szólt neki. Nem olvasta a Jeruzsálem Posztba vagy a Haaretzbe, hogy egy halott van Naimba, ahol felnőttél onnan 5 kilométerre, gyere gyorsan. Nem üzennek neki, hogy gyere, mert baj van. Jézus fogja magát, és egy nagyon sikeres, nagyon áldott szolgálatból elindul, és pont akkor ér oda, abban az utolsó 10-15 percben, míg a város határában, hogy mondtam, volt a Mori dombja, ott voltak ezek a szikrasírok, oda temették a holtesteket. Pont azelőtt érkezik oda, hogy a fiút kiviszik a városból, és eltemetik őt a végső nyughelyére. És ez azért nagy üzenet számunkra, mert sokan nem tudják, hogy milyen bajban vannak, vagy lehetnek bajban, de Krisztus úton van már hozzád. Nem tudhatod, hogy milyen élethelyzetbe fogsz kerülni, vagy valamilyen élethelyzetbe, de ne felejtsd el, Krisztus úton van hozzád. Lehet, hogy senki nem tudja a problémádat, lehet, hogy senkinek nem szóltál, szégyeled már, hogy huszadjára is ezzel gyere elő, Krisztus úton van hozzád. És amikor eljössz a gyülekezetbe, hogy hallgasd Isten beszédét, Isten igéjét, ezzel a szívvel jössz, Krisztus úton van hozzád. Ott hagyta annak idején is a menny dicsőségét, eljött a földre, és itt látni fogjuk ebbe a történetbe, hogy azért, hogy az Atya, az Isten irgalmasságát kézzelfoghatóvá tegye az emberek számára. És hogy mondtam, itt semmilyen üzenetváltás, semmilyen dolog nem történt. És ez az asszony is, nem tudjuk, hogy egész éjszaka, hogyha előző nap halt meg mondjuk, imádságban töltötte a sírástól kiborulva, és egy ima meghallgatás volt, hogy Jézus odament, ezt nem tudjuk pontosan. Ez egy nagy titok ebben a történetben, mert ahogy mondtam, rengeteg titok van benne. És pont ez a lényeg ennek a történetnek, hogy az Isten irgalmassága az egy olyan dolog, ami nem megérthető. Itt majd látni fogjuk, vagy pontosan nem fogjuk látni az özvegyasszonynak a hitét, nem látjuk a környezetében lévő embereknek a hitét, nem kezdik el győzködni Jézust, hogy érdemes őt meggyógyítani, vagy feltámasztani a fiút. Ez szintiszta, nettó isteni irgalmasság. Lecsupaszítva. Senki nem tett semmit, senki nem befolyásolta Jézust. Egyedül ő cselekedett isteni irgalmasságából. És van egy különleges, speciális szó is, amit szeretnék majd, ha odaérünk, egy kicsikét kielemezni. Tehát ne gondold azt, hogyha nehézséged van, fájdalmad van, szomorúságod van, hogy egyedül vagy, mert Krisztus úton van hozzád. És azért jött, hogy irgalmasságot gyakoroljon feléd is, amit nem érdemlünk meg, amiért nem teszünk semmit, amiért nem tudunk megdolgozni, nem is érdemelhetjük ki, mert Isten egy irgalmas Isten. És azt is látja, amit titokban szenvedsz, amiért folynak a könnyeid, amiért lehet, hogy hetek, hónapok óta már imádkozol, hordozod a terhét valaminek hetek, hónapok, talán évek óta, Krisztus úton van hozzád. Engedd, hogy Krisztus találkozzon veled. Ne zárd be szívedet Krisztus előtt, Isten irgalmassága előtt. És azt látjuk, hogy Jézussal nagy tömeg megyen, mennek a tanítványok. A szöveg alapján ugye pontosan nem tudjuk, de akár egy 3-4 ezer fős tömeg is lehetett, hiszen emlékezhetünk rá, hogy amikor megvendégeli a sokasságot, mennyien vannak ott a tömegben, akiket jól akadt Krisztus. Nagyon-nagyon sokan vannak, és ugye, ahogy odaérnek Naim környékére, Naim városához, a kapuhoz, jön egy másik tömeg is. Hogy mondtam, nem egy nagy város volt, azért egy pár száz fős csoportosulás is már azért kisebb tömegnek tekinthető, és az egyik csoport élén egy olyan embert vittek, akit legyőzött a halál. A másik csoport élén pedig olyan személy megy, aki legyőzi a halált. És egy fantasztikus találkozás történik Naim városában. Az Isten irgalmasság találkozik az emberek elesettségével, nyomorával,
kiszolgáltatottságával, teljes kilátástalanságával, nélkülözésében, és sokszor Isten megengedi a mi életünkbe is ezeket a helyzeteket, hogy a kapuig eljussunk, abban a kis szoros kapu, amikor beszorít bennünket az élet, beszorítanak nehézségek, beszorítanak nehéz dolgok, akkor találkozunk a Krisztussal. Amikor már nincs tovább, amikor azt gondoljuk, hogy mindennek vége, még ezt a pár lépést megtesszük, még valamennyit kibírunk, és aztán kész vége mindennek. De ha megvárod, Krisztus úton van hozzád, és meg fog érkezni. És hozza Isten irgalmát, hozza Istennek a szeretetét. Azt olvassuk a történetben, hogy egy özvegyasszony kíséri a fiát, és ez azért érdekes, mert ugye ebben az időben az özvegyeknek a helyzete, ha csak nem egy vagyonos férfinak az özvegye volt, rendkívül kiszolgáltatott volt. Ugyanis ebben az időben az asszonyok nem örököltek, hanem mindig a fiú utódok voltak azok, akik továbbvitték a családi vagyont. Ők voltak azok, akik ennek a kezesei voltak. Viszont Isten a törvényben világosan leír, hogy a szülőknek a tiszteletébe a holtokig való gondoskodás, gondviselés ugyanúgy beletartozott, mint sok más egyéb apróság a szülők életébe. És itt azt látjuk, hogy egy özvegyről van szó, nem tudjuk pontosan, mikor temette el a férjét, mikor halt meg. És ebben az időben, hogyha sok ilyen szokás és hagyomány volt, amik, mint hogy a régi magyar falusi rendszerbe is megbélyegezték az embereket, és például a korai özvegységet azt átoknak tekintették. Tehát sokszor egy nő, hogyha fiatalon elvesztette a férjét, akkor azt átoknak tekintették. Ez már egy megbélyegzés volt, amit egy fiatal özvegynek hordozni kellett. És ráadásul, ugye, hogyha a gyermekét is elvesztette, amit a történetben olvassuk, ez az özvegyasszony elvesztette a biztonsági érzetét. Kilátástalanná vált az élete. Nem volt, aki segítsen neki, nem volt az, akire rá tudjon támaszkodni. Elveszítette a társadalmi státuszát. Amíg férje volt neki, még gyermekei voltak, a zsidó kultúrában ez volt a legnagyobb tiszteletnek a jelképe. Otthon ellátta a ház körüli dolgokat, az összes olyan dolgot, és ugye, ha megnézitek a példabeszédek 37-et, a derékasszony dicséretébe, láthatjuk, hogy milyen sokrétű munka volt, a férje a kapuban van, pozícióban van, tehát egy komoly elismerésre méltó státusz volt. De az özvegységével, különösen, hogyha a fiát is elveszítette, mindent elveszített ebben az időben egy ilyen özvegyasszony. És arról nem is beszélve, hogy ugye beszédtéma lett, és ami itt nem hangzik el a történetben, de az ilyen személyek, ilyen hölgyek esetében, ilyen asszonyoknál sokszor még az Isten iránti bizalom, az Istenbe vetett hit is megrendült. Hogy Isten miért veszél a férjemet, miért veszél a gyermekemet, miért kerülök koldusbotra. Még ha esetleg volt valamilyen kis szakmája, amit otthon tudott tűzni, akár ilyen varrás, fonás, szövés, vagy valami ilyesmi, amivel kicsikét el tudta magát tengetni, akkor talán úgy könnyebb volt a helyzet. De egy olyan kilátástalan helyzetbe került ez a nő, hogy innentől kezdve, ha ez így marad, mindig másokra van utalva, teljesen ki lesz szolgáltatva az emberek kényének és kedvének, és tudjuk azt, hogy a farizeusok egyik ítélete is, amit Jézus mondott, hogy az özvegyasszonyok házát felemésztitek, tehát különböző jogi csűrcsavarásokkal, még a különböző törvényi ügyeskedésekkel, még attól a kis házuktól is, ha még esetleg maradt valami kis fedél a fejük fölött, még attól is igyekeztek megfosztani, tehát teljes mértékben kiszolgáltatottak voltak. És csak egy dolgot felejtettek el, hogy az özvegyek pont az a kategória lesz már az Ószövetségben is, akikre Isten különösen gondot figyel. Isten nem úgy gondolkodik az emberekről, ahogy a társadalom, ahogy a környezet, ahogy a szokások, vagy ahogy egy társadalom gondolkozik. Istennek teljesen más a képe az emberről. Ő azt látja benne, akit megalkotott és teremtett. Ő Isten képmását látja a teremtményeiben. És éppen ezért fordul hozzájuk irgalmassággal. És ugye a történetből látszik, hogy a két tömeg találkozik. Ez azért volt érdekes, mert ebben az időben szokás volt, erre külön szabályok is voltak, hogy ha valaki egy halottas menettel találkozott, kötelessége volt csatlakozni hozzá. Hát nem lehetett, csak megemelem a kalapomat és tovább megyek, hanem hogy összefutott egy ilyen tömeggel, különösen egy ilyen hídon vagy egy keskeny úton, akkor csatlakozni kellett a temetési menethez és kimenni. És itt látjuk, hogy itt Jézus megszakítja a történetet. Isten irgalmassága közbeszól ennek a történetnek, és teljesen új fordulatot vett a történet, és ugye az özvegyasszony azért megy elő, mert ugye ezt már tanították, hogy mivel asszony által jött a bűn és a halál a világba, ezért ők is kísérjék ki.
tehát ez egy ilyen szokás volt, hogy akkor a nők viseljék ennek a terhét is, és általában valami költséggel azért járt ez a történet, mert sirató asszonyokat és zenészeket kellett felfogadni, és általában nagy érzelmi megnyilvánulások mellett zajlottak ezek a temetések a Közel-Keleten egyébként mind a mai napig. Tehát odaérek Jézus és a majd azt mondom, hogy Jézus társasága, nem akarok most majdnem ilyen katolikus vonalra elmenni, most nem ez a témánk, hanem Jézus és a tanítványok, illetve a tömegnek a sokassága odaér, és azt látjuk, hogy Jézus meglátta ezt az özvegyasszonyt. És azért érdekes ez, mert egy olyan görög kifejezés van itt, ami nem csak arról szól, hogy valaki lát, vagy nem csak néz, hanem lát is valamit. Tehát Krisztus mindig többet látott, mint amit mi emberi szemmel láthatnánk. Ugye a János evangéliuma beszél arról, hogy Jézus tudta, hogy mi van az ember szívében. Krisztus azonnal végigfuttatta a Szentlélek által ennek a nőnek az állapotát, a gyermeknek a helyzetét, mindenről teljesen, teljes mértékben tudomást vett, és ha megnézitek az evangéliumokat, nagyon sokszor Jézusnak a cselekedeteit és az irgalmasságát pont az munkája, vagy az indítja be, hogy nem csak néz, hanem lát is. Ez nekünk azért fontos, hogyha valakinek esetleg a, talán lesz idő beszélni róla, a könyörületesség ajándéka van a Szentlélek által, annak meg kell tanulni a Szentlélek által látni. És úgy látni az embereket, ahogy Isten látja. Ez a könyörületesség ajándékának a lényege. Hogy úgy látni az embert, ahogy Isten látja. És úgy érezni, ahogy Isten lát afelé az ember felé. Semmi extrém dolog nincs a könyörületesség ajándékában, csak ez a két nagyon fontos dolog van. És a kulcs szó, amiről igazából ma szeretnék egy kicsikét beszélni a történet kapcsán, ez pedig amikor azt mondja az ige, hogy Jézus megkönyörült rajta. Itt egy nagyon érdekes kifejezés van. A görög szövegben több szó is van, ami az emberek érzelmét kifejezi, illetve a szimpátiáját, az együttérzését, a rokonszenvét. Több ilyen kifejezés van, de van egy speciális kifejezés, ami itt szerepel, ez a splanchizomai kifejezés, amit a Szentírás csak az evangéliumokban használ, az Új Szövetségben, és kizárólag Jézus Krisztussal kapcsolatban. Ez egy isteni attribútum, ez egy különös fajta irgalmasság, amire csak Isten képes. Szerepel még három példázatban, majd egy picikét ezt végigvesszük, illetve van egy apa, akinek a gyermeke ugye holtkóros, olvashatjuk a történetben, és azt mondja Jézusnak, hogy Uram, könyörülj rajtam. Ő ezt a kifejezést használja, az isteni irgalmasságra hivatkozik, hogy Jézus gyógyítja meg, gyógyítsa meg a gyermekét. Senki nem hivatkozik erre, az egész Új Szövetségben csak ez az egy apa. Ennek egy olyan kristálytiszta Isten képe volt, hogy egy jó helyre fordult, egy nagyon jó kérdéssel. Maga a kifejezésnek a szó szerinti jelentése nagyon érdekes, mert azt jelenti, hogy a belső szervekre vonatkozik, az emésztő szervrendszerre, a vesére, a lépre. Tehát a érzelmeknek a legmélyére utal ezzel a kifejezéssel, és ami a legkülönösebb, hogy amikor valakinek ez az érzése van, Istennel kapcsolatban mondom, használja az ige, hogy nem csak egy nem csak egy érzése van valakivel kapcsolatban, hogy megsajnál vagy megszám valakit, hanem ennek következtében fizikai fájdalom lép fel a testébe. Ezt a magyar kicsikét úgy fogalmazom meg, hogy belesajdult a szívem, belefájdult a szívem, valahogy így tudnám egy kicsikét érzékelni, hogy nem csupán egy érzésről van szó, ami jó, hát sajnálom, tényleg most így járt, így meg úgy vagy valami, hanem teljesen felkavarja a bensőjét, összeszorítja a szívét, gyomorgörcse lesz, majd szétszakad a mellkasa, stb. Tehát egyfajta fizikai kint él át az ember, amikor egy ilyen helyzetbe kerül bele, és ez az Isten irgalmasság. Amikor Krisztus ilyet élt át, és ilyennel találkozott a Szentlélek által, ez mindig beindította nála a Szentléleknek a különleges ajándékait és adományait, és minden esetben természet fölötti dolog történt. Nincs egyetlen egy olyan eset sem, amikor az Isten irgalmasság megnyilvánul, hogy ne valamilyen természet fölötti dolog történjen. Mert ez az Isten irgalmassága, hogy nem csak egy részvétet érez, nem csak egy szánalmat érez, hanem Krisztus fizikai testében átérezte ezeket a fájdalmakat, és azt is láthatjuk, hogy amikor ez megtörténik,
akkor ennek mindig van egy gyakorlati kivitelezése. Tehát nem csak úgymond Facebook huszár, hogy ossza az észt mindenkinek, hanem gyakorlati módon is bemutatja az Istennek a szeretetét és az irgalmát. És az azért különös, mert ennek a Héber megfelelője, a Raham kifejezés, az pontosan szintén egy ilyen belső dologra foglalkozik, ez pedig az anya méhével van kapcsolatban, az anyának a gyermekéhez való viszonyáról. Mondtam már többször, hogy a Héber képekben gondolkozik, és az Isten irgalmassága is pont ilyen. Ahogy az anya szereti a gyermekét, ahogy gondoskodik róla, ahogy törődik vele, ahogy biztonságot ad neki, ahogy védtelenül ki van szolgáltatva, minden védelmet megad számára, na ilyen az Isten irgalmassága. És a Biblia használja is ezt a képet, hogy olyan volt az Úr Izraelhez, mint anya a gyermekéhez, hogy nem-e könyörül-e méhe fián, stb. Pontosan ezt a képet használja a Szentírás, hogy amikor Isten irgalmas és könyörületes, akkor végtelenül meg tud indulni, nagyon mély érzelem járját magának a messiásnak a szervezetét is, és nem véletlenül olvashatjuk azt ugye a híres Ézsaiás 53-ban, hogy fájdalmainkat hordozta. Hát a fájdalmaink, amik bennünk voltak, és hogy az özvegyben is azért elég sok minden benne volt, ezeket Krisztus mind-mind elhordozta. És ez tulajdonképpen ez a fajta kifejezés az empátiának a legmagasabb foka. Tehát ennél magasabb rendű kifejezése az empátiának, illetve a szeretetnek nincsen. Szeretnék ezzel kapcsolatban néhány igét felolvasni, illetve megvizsgálni. Az egyik egy nagyon jól ismert ige, a 2 Mózes 34:6-7-ben. Ez egyébként az eszenciája Isten egyik jellemvonásának, amit nagyon sok féleképpen kommentálnak, magyaráznak, de alapvetően ez egy nagyon érdekes és fontos kijelentés Isten jelleméről, Isten személyiségéről, illetve Istennek elsősorban Izraelhez, de alapvetően az emberiséghez nyújtott viszonyáról. Ez pedig így hangzik, 2 Mózes 34:6-7. És az Úr elvonult ő előtte már, mint Mózes előtt, és kiáltott. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten. Késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Aki irgalmas marad ezer íziglen, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja el a bűnöst büntetlenül, megbünteti az atyák álnokságát a fiakban, és a fiak fiaiban harmad és negyed íziglen. Seros Esré Middot Harahamim. Ez egy kulcskifejezés a zsidó teológiának. Ez alapján, az ige alapján az Isten irgalmasságnak 13 jellemvonását sorolják, felépve megnyilvánulását. Ma ettől megkímélek benneteket. Ma csak az irgalmasságról, a rahumról szeretnék beszélni, ami ezzel kapcsolatban van. És ennek a megfelelője ez a görög kifejezés, amit itt Jézussal kapcsolatban használunk. Vagyis amikor Krisztus testé lett és testet öltött, akkor kézzelfoghatóvá, elérhetővé tette az Isten irgalmasságot. Amit az emberek addig, majd látni fogjuk a példákból, hogy miért nem tudtak megtapasztalni. Fejből tudták, ez egyébként a mai napig is a zsidóságban, a napi imádságban benne van, ez a fajta ige szakasz. Nagyobb ünnepeken is szoktak erre hivatkozni, tehát nagyon sok zsidó gyermek úgy nő fel, kispajászos korától kezdve, hogy tudja, hogy az Úr irgalmas, késedelmes a haragra, hosszú tűrő. Vigyázni kell, nehogy bűnkövessünk el, ne hagyjunk magunk után generációs átkot, stb. Ezt nem fogjuk, hogy mondtam, most kivesézni, de nagyon érdekes végigvenni azt, hogy az Isten irgalmasságnak mennyi ilyen foka jelenik meg, és nagyon érdekes, ha megfigyelitek ezzel kapcsolatban, csak zárójelve, amikor Jézus meggyógyítja a vakon születettet, és mit kéreznek a tanítványok? Uram, kivétkezett, ez vagy a szülei. Azonnal keresték el egy bűnbakot, mert biztos, hogy valami oka van ennek a dolognak. És Jézus azt mondja, hogy se nem ez végre, se nem az, hanem ez azért történt, hogy nyilvánvaló legyen az Isten dicsősége. Itt is szintiszta irgalmasságról beszélhetünk. Tehát az irgalmasság az tulajdonképpen Istennek az érintése, és ez a fajta irgalmasság és az együttérzés Isten jellemében gyökerezik, és amikor Krisztus eljött erre a földre, hozta magával ezt a fajta isteni irgalmasságot, és a ószövetségi törvényeket megnézzük, akkor Istennek ez a fajta irgalmassága nagy mértékben kiárat az özvegyekre, az árvákra, a szegényekre,
vagyis mindazokra, akik ki voltak szolgáltatva, nincstelenségben voltak, teljesen kilátástalan helyzetbe, mert ő a törvény által akart irgalmasságot gyakorolni feléjük, hogy azok az emberek, akik a törvény uralma alatt élnek, azok a törvény igéjét megtartva, ezt a fajta Isten irgalmasságot, amit Mózesnek kihirdetett Isten, tudják képviselni, és tudják megélni. És az Isten irgalmasságnak van még egy nagyon fontos jellemvonása, azon kívül, hogy gyakorlati tettekben is megnyilvánul, illetve hogy Krisztusban testet öltött, hogy amikor az Isten irgalmasság megnyilvánul, akkor az nem ismer kegyelmet, idézőjelben, nem ismer határokat. Tehát amikor az Isten irgalmasság elkezd megnyilvánulni, akkor az bizony szépen elkezdi ledönteni és felbontani azokat a határokat, amelyeket egy adott társadalomban, egy adott kultúrában, egy adott történelmi helyzetben vagy szituációban az emberek elvárnának vagy gondolják. Csak néhány példa itt a történet kapcsán. Jézus áttöri a szertartási tisztaságnak a határait. A mózesi törvények tiltották ugye azt, hogy valaki holttesthez érjen, vagy valami halottal érintkező tárgyhoz is hozzányúljon. Jézusra azt olvassuk, hogy mit csinál, megérintette a koporsót. Nyilván, hogy itt nem koporsóról volt szó, ugye a zsidók nem így temetkeztek, hanem egy nagy lapos gyékényágy volt, legtöbbször fehér lepedővel betekerve a holttest, és a vállukon vitték a holttestet szállító emberek, és Jézus megérintette ezt. Nem mondta azt Jézus, hogy most nem mehetek oda. Ezt nem lehet megfogni, mert akkor most 7 napig én tisztátalan leszek, és akkor fel kell menni Jeruzsálembe, áldozatot kell bemutatni, a papnak is meg kell nézni ezt meg azt. Nem. Volt egy ilyen szertartásos határ, és Krisztus csak azért, hogy irgalmasságot gyakoroljon, ezt áttörte. És majd látjuk ugye, hogy mivel a halott feltámadt, gyakorlatilag így megszűnt a tisztátalanság, mert nem volt halott, hanem élő volt. Ahogy mondtam, Jézus belenyúlt ebbe a dologba. Aztán Jézus áttöri a társadalmi illendőség határát, megszólítja ezt az özvegyasszonyt. Azt mondja neki, hogy ne sírj. Az eredeti szöveg az egy kicsit durvább. Az úgy van, hogy Jézus gyakorlatilag nem rá kiáltott, vagy rájött, tehát nagyon erélyesen rászólt az asszonyra, hogy hagyd abba a sírást. Azért egy gyászolótól nem biztos, hogy ez, vagy egy embertől nem biztos, hogy egy gyászoló ember ezt várja, ugye? Hogy ne ríjál már. Nagyon szlengesen körülbelül így hangzott a dolog. És ebben az időben ugye zsidó férfiak, egyedülállók se, de házasok se nem állhattak szóban őkkel. De Jézusnak többet ért az, hogy megszólítsa ezt a nőt, és elkezdje benne a reménységet és a hitet táplálni azzal, hogy hagyja abba a sírást, mint az, hogy most mit fog szólni a tömeg, hogy én most ezzel a nővel szóba álltam. Hithű zsidó rabbik a nyílt utcán a saját feleségükhöz sem szólhattak. Nem úgy egy másik vadidegen asszonyhoz, a saját feleségükhöz sem szólhattak. Ha egy rabbi beszélgetett egy nővel útközben, bármilyen oknál fogva, mert mondjuk útbaigazítást kért, arról be kellett számolni, és el kellett mondani, hogy muszáj és kénytelen volt megtenni. Ennyire szigorúak voltak a szabályok, de Krisztus nem érdekelte. Krisztusnak az az egy személy, az az idős asszony, vagy az a özvegyasszony sokkal fontosabb volt, mint az, hogy az emberek mit fognak körülötte gondolni. És az irgalmasságban ez a fantasztikus, hogyha irgalmas szívű emberek vagyunk, és próbáljuk Krisztust követni, akkor nem az emberek véleménye lesz a fontos. Nem az fog számítani, hogy mit fognak mondani, hogy kivel láttam beszélgetni azt a presbitert így meg úgy. Nem fog érdekelni. Annak az embernek arra van szüksége, hogy egy krisztusi vigasztalj, vagy bármit, akkor át fogod lépni ezeket a társadalmi határokat. És Krisztus nem félt ezektől. És a kereszténységen mindig is az volt a baj, amikor már elkezdett intézményesülni, illetve elkezdték elhagyni a Szentlélek vezetését, és elkezdtek egy ilyen vallásos rituáléba belefolyni, mint hogy a farizeusok is belefolytak, hogy kiveszett az irgalmasság belőlük. És elkezdték meghatározni, kivel barátkozunk, kivel ülünk le egy asztalhoz, kik lehetnek a barátaink, kikkel állhatunk szóba, elmehetek a moziba, nem mehetek, vehetek-e fel ilyen ruhát, nem vehetek el. Teljesen elment ebbe a dologba az egész. De Krisztusnál nem ezt látjuk. Krisztus nem zavarják azok a határok, amelyek az irgalmasság útjába állnak, egyszerűen szétzúzza őket. Nem foglalkozik ezekkel a korlátokkal és problémákkal. Aztán nagyon érdekes, hogy Jézus áttöri a gazdasági határt is, azzal, hogy ez a fiú feltámad,
az anyának visszaadja a reménységét, és visszaadja a jövőképét. Ez az, hogy nem lesz szegény, nem lesz elhagyatott, lesz, aki gondoskodni fog róla, még meg fogja unokával is talán ajándékozni, és valószínűleg ebből lehet tudni, hogy valószínűleg egy ilyen 20 év, 25 év körüli fiatalról lehet szó, hiszen nem olvasunk ott nála mennyasszonyról, nem olvasunk feleségről, nem olvasunk gyermekekről, és ugye 18-20 évesen már a fiúknak, házasoknak kellett lenni ebben az időben és ebben a korban, tehát ez is volt egy ifjú, nagy valószínűséggel nagyon maximum 20-25 éves lehetett, és ezzel Jézus visszaadja a reménységét ennek az asszonynak gazdasági tekintetben, és amúgy a legnyilvánvalóbb, hogy Krisztus áttöri a határt az élet és a halál között. Az irgalmassága megtört a halálnak a szellemét. És amikor Isten irgalmassága belenyúl valakinek az életébe, ahogy mondtam, az mindent áttör, az mindent szétzúz. És ez, ahogy mondtam, ez szintiszta, nettó, Isten irgalmasság. Ezért sem az özvegyasszony nem tett semmit, sem a fiú, aki nem is tehetett semmit, sem a környezet, senki nem ment oda Jézushoz agitálni, mint ahogy mondtam a századosnál, hanem Jézusnak az irgalma teljesen, szimplán, ezen a módon nyilvánult meg és mutatta ki. És amikor Isten irgalmassága megjelenik, akkor, hogy mondtam, Krisztusban mindig felszabadul Istennek az ereje, és Isten szellem által természet fölötti dolgok történnek, és a fiút is egyetlen egy szóval támasztja fel. És nagyon érdekes, amikor a következő történetet olvassuk, hogy János, Bemerítő János kételkedik abban, hogy Jézus valóban-e a messiás, vagy esetleg mást várjunk, akkor, amikor Jézus elküldi a követeket, a tanítványait Jánoshoz, akkor azt mondja Jézus, hogy halottak támadnak fel. Tehát nem biztos, hogy a naiv fiú volt az egyetlen. Lehet, ugye a Jairus lányához utána következik meg a Lázár feltámasztása is, tehát lehet, hogy már több ilyen csodálatos esemény is történt. És az isteni irgalmasságra azért van szükség, és azért kell róla beszélni, mert ez egy olyan isteni tulajdonság, egy olyan isteni jellemvonás, amelyet sokszor mi híjával vagyunk. És nem értjük meg azt, hogy milyen a mi életünk, milyen a mi helyzetünk, és hogy, ahogy mondtam, bármilyen nehézségben vagy reménytelen helyzetben vagyunk is, az Isten irgalmassága az bármikor meg tud bennünket látogatni, Krisztus úton van hozzánk is, reménységünk szerint az ő kegyelméből és tényleg irgalmasságából meg is fog látogatni minket. Az Isten irgalmasságáról még két igét szeretnék mondani az Ószövetségből, az egyik a Hósás 2.18, és egyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. Ez az Izraelnek szóló profécia és kijelentés, ami azért érdekes, mert az első fejezetben azt olvassuk, hogy amikor azt mondja Isten, hogy nem kegyelmezek a népemnek, ott ugye a ruhama kifejezés van, ami azt jelenti, hogy nem irgalmazok szó szerint. Tehát Istennek lesz egy időszak, Isten népének az életében lesz egy olyan időszak, ezt tudjuk, hogy ez a kegyelem korszaka az Új Szövetségben, amikor Istennek ez a fajta irgalmassága nem olyan mértékben nyilvánul meg, mint egyes ószövetségi időszakokban, de el fog jönni az az időszak Izrael népe életében is, amikor Isten majd újra eljegyzi az ő népét, Isten az ő népével ismét egy nagyon szoros szövetségi viszonyba lesz, miután Izrael meg fog térni, és ennek a szövetségnek az egyik jellemzője, hogy irgalmassággal fogja Isten eljegyezni Izraelt. Izrael semmit nem fog tudni ezért. Az Ószövetségben is a próféták nagyon sokszor hivatkoznak erre az Isten irgalmasságra, hogy Isten könyörüljön a népén, mert a nép nem érdemli meg, hogy Isten megkönyörüljön rajta, megbocsásson neki, elengedje a vétkeit, vétkeztek atyáink, báványt imádtak, magaslatokon, földön, vízen, levegőben, mindenhol, de azt mondják a proféták és a zsoltárírók is, hogy Uram, magadért, irgalmasságodért könyörülj rajtunk, semmi nincsen. És ezzel az irgalmassággal fogja majd Izraelt Isten ismét visszavonni a fénynek a kötelékébe. És a pogányokkal kapcsolatban a Róma 15.9-ben azt olvashatjuk, a pogányok pedig irgalmasságáért dicsőítik Istent, amint megvan írva, sőt ugye Pál apostol hivatkozik a ószövetségi igékre, vagyis mi pogányok, akik nem zsidók vagyunk, és nem alanyi jogon az ábrahámi szövetség révén kerülünk bele tulajdonképpen az új szövetségi részbe, nekünk is Istent az irgalmasságáért kell dicsőíteni, mert mi semmit nem tehetünk az elveszett állapotunkon kívül, hogy Isten irgalmas legyen hozzánk. Semmit nem tehetünk hozzá az üdvösségünkhöz, a kegyelemhez, semmit nem tehetünk. Csak Isten irgalma és kegyelme az, ami meg tud bennünket ebben is tartani. És akkor röviden nézzük meg, hogy
Jézussal kapcsolatban hol szerepel még ez a kifejezés, mert ahogy mondtam, elég tanulságos ez is. A Máté 9.36-ban azt olvashatjuk. Mikor pedig látta a sokasságot, mármint Jézus, könyörületességre indult rajtuk, mert el voltak gyötörve, szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok. És utána majd látjuk, hogy Jézus majd kéri is az aratás, mondja a tanítványnak, hogy kérjétek az aratás urát, hogy küldjön még munkásokat az aratásba. Ezt nagyon sokszor szoktuk idézni, ezt az igét, csak az előtte lévő ezt az igét nem szoktuk idézni. Mert Istennek olyan munkásokra van szüksége, akik irgalmas szívűek. Akik úgy látják az elveszetteket, úgy látják az aratni való mezőt, ahogy Isten látja őket. És nagyon döbbenetes, hogyha megnézzük, hogy ezek a szavak hol hangzanak el, ugye ez Galileában hangzik el, ugye a zsidóság ugye nagyjából ismerik a törvényt, valamilyen szinten megélik a törvény előírásait, Júdeában ugye szigorúbbak voltak a betartással, Galileában a picikét lazábbak voltak, bár ez is nagyon érdekes, mert például Simon Péter, a egyik vezető tanítvány, a Abcsel 10-ből kiderül, hogy az egyik legszigorúbb ortodox irányzat szerint fogyasztotta az étkezést. Tehát attól, hogy egy ilyen kérges tenyérű halász volt, vallási szempontból elég ortodoxnak számított, ezért ezt érdemes figyelembe venni. És mégis ezek az emberek, akiknél ott van Istennek az igéje, minden héten olvassák a zsinagógában szombatonként a Tórát, illetve a Haftalákat, a különböző ószövetségi prófétai írásokat, látszólag magyarázzák is a törvénynek az igét és a beszédét. Ezek az emberek ott vannak, nincs vezetőjük, nincs pásztoruk, élnek egy beszűkült életet, élnek egy valamilyen egyik napról másikra tengődő életet, nincs, aki vezesse őket, nincs, aki pásztorolja őket, holott a farizeusokról azt olvashatjuk, ugye, hogy elvettétek a tudománynak a kulcsát, minden a kezükbe volt, hogy Isten népét valóban Isten szerinti módon vezessék, és mégis, amikor Krisztus meglátja őket, irgalmasságot gyakorolt feléjük. Megindult rajtuk a szívük, mert látta az elesettségüket, az elveszett állapotukat. És sokszor ez a fajta irgalmas szív hiányzik a mi életünkből, és sokszor az én életemből is, amikor látok embereket, úgy vagyok vele, hogy biztos, hogy megérdemelte, vagy hát beigre ideje volt már, hogy ő is megtapasztalja a másik oldalt. Őszintén megmondva, sokszor bejön az ember ilyen dolog, és ez nem jó. Nekünk úgy kell látni az embereket, ahol Krisztus látta. Ha Krisztus munkásai vagyunk, ha kirendelt szolgái vagyunk, ugyanazra az irgalmassággal kell lennünk az emberek felé, ahogy Krisztus is tett. Ezért lett emberré, hogy bemutassa Isten irgalmát, kézzelfoghatóvá tegye, és amikor prédikál a Hattinszarvon, ugye ott a Galileai tó mellett a magaslati területen, vagy akár a csónakból prédikál, teljesen minden, Jézus látta ezeket az embereket, és látta, hogy elveszettek, látta, hogy reménytelenek, sokszor egyik napról a másikra élnek, megélhetési problémáik vannak, gyereknevelési problémáik vannak, anyagi problémáik vannak, rengeteg probléma van, mert nem volt, akitől segítséget kapjanak. És Krisztusnak a szíve megindult rajtuk, és azért imádkozott, hogy, és azért kéri a tanítványokat, hogy minél több ember legyen az ő szolgálatába, hogy segítsen ezeknek az embereknek. Az embereknek, hogy mondtam, nem észosztásra van szükség, hanem Isten gyakorlati módon megnyilvánuló szeretetére. Ez fogja az embereket megérinteni. Krisztus szemével kell látnunk az embereket, ahogy mondtam, ez a látás és a nézés. És ma rengeteg olyan ember van az Isten nélküliségben, az egyik napról a másik napra való élésben. Ki vannak égve az emberek, elcsigázottak, elgyötörtek, nincs reménységük. De mi azért vagyunk, hogy reménységet vigyünk az embereknek. És képviseljük és hirdessük Istennek az irgalmát. Nem ezért vagyunk? És tudjuk azt mondani, hogy van több, mint egy beszűkült, csőlátású élet. Van reménység, van egy jövőkép. Krisztusban lehet rendezni dolgokat, lehet újat kezdeni. Fel lehet állni a legmélyebb helyzetből is, mert Isten irgalmas. És Krisztus úton van hozzád. A legreménytelenebb helyzetből is ki tud hozni bárkit Jézus. Ilyen irgalmas szívvel kell nekünk lenni. És nem véletlenül, hogy mondtam, hogy ezt a kifejezést csak Jézussal kapcsolatban használja az új szövetség, mert erre mi képtelenek vagyunk. Tehát mi azt a fajta isteni irgalmasságot, ahogy Krisztus vagy az Atya megéli ezt a helyzetet, mi erre képtelenek vagyunk, mert bukott bűnös emberek vagyunk. Viszont a Szentlélek által Isten tud adni nekünk olyan részvétet, olyan szeretetet, olyan empátiát,
olyan szimpátiát, amivel tudjuk ezt a isteni irgalmasságot képviselni mások felé. És nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy most akkor holnap kimegyünk, és akkor minden temetési menetet megállítunk, hogy stoj, állj, most már mindenkit fel fogunk támasztani. Nem. Hanem lehet, hogy csak a válladra van szükség, hogy valaki kísírja rajta magát. Vagy meghívd egy ebédre, mert mondjuk 2 hete már nem evett egy jót. És közben beszélsz neki Krisztus irgalmasságáról. Értitek? Nem mindig ilyen hatalmas dolgokba kell gondolkozni, de amikor ezt megéljük, az mindig tettekben nyilvánul meg. Nem szavakban, nem nagy beszédben. János apostol hogy írja a levelében? Akinek pedig van miből élnie a világon, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, miképpen lehet meg abban az Isten szeretete. Ennyire egyszerű. Testvérem szükségben van, nélkülözik, vagy ne adj Isten, a mindennapi betevőjével is problémái vannak. Nekem meg a spájzom úgy néz ki, mint a Tesco raktár. És azt mondom, hogy hát, majd lesz valahogy. Nem. Akinek van 2 ruhája, adja őt az egyiket. Lehetőleg a legjobban. Értitek, hogy amikor az embereket így kezdjük el látni, hogy Krisztus látja, megváltozik az értékrendünk is. És azért tudunk irgalmasságot gyakorolni azon a módon, ahogy Isten a szívünkbe árasztja az ő szeretetét, amennyire mi is megtapasztaltuk. Pont a bűnös asszonynál lehet olvasni ebben a fejezetben, amit Jézus mond a Simon farizeus házánál, hogy ő jobban szeretett, mert többet engedtek el neki. Vannak olyan helyzetek, amikor minél mélyebbről jön valaki, sokkal mélyebben érinti meg az Isten szeretete. Ez nem azt jelenti, hogy aki tényleg hátulgombolós baptista gyerekként nő fel, annak nem működik az Isten szeretete az életében, hanem nem biztos, hogy aki tényleg egy isteni burokban, egy védelemben nőtt fel, az is egy óriási áldás, egy óriási érték. Csak amit Jézus elmond példázat, az pont arra vonatkozik, hogy aki nagyon mélyről jön, aki nagyon-nagyon nehéz helyzetből jön, azok valamikor, nem mindig, de valamikor jobban tudják értékelni azt a kegyelmet és irgalmat, amit Isten gyakorol feléjük. Máté 14:14. És kimenvén Jézus látta a nagy sokasságot, megszánta őket, és azoknak a betegeit meggyógyította. Itt is ugye erről van szó, most egy picit gyorsítani fogunk, hogy Jézusnak a gyógyítás ajándéka az úgy indult be a szolgálatában, az életében, amikor elkezdett könyörületességre indulni. És az, amikor feljött benne ez a irgalmasságnak a szelleme, amikor ez a belső érzés elkezdte őt beindítani, akkor mindig jelek és csodák történtek, ahogy mondtam. Itt például konkrétan Jézus meggyógyította a betegeket. Aztán a Máté 15:32-ben olvashatjuk, Jézus pedig előszólította az ő tanítványait, mondta, szánakozom-e sokasságon, mert 3 napja immár, hogy velem vannak, és nincs mit enniük. Éhen pedig nem akarom őket elbocsátani, valamiképpen ki ne dőljenek az úton. Hát játok, milyen hétköznapi dolog. A tömeg Jézussal már 3 napja együtt van. Nekünk milyen hosszúnak tűnik 2 óra hossza Isten tisztelet. Valamikor már nézzük az órát, igaz? Itt az emberek már 3 napja Jézussal vannak, nagyon jól érzik magukat, és Jézus megszánja őket, mert éppen egy fizikai szükségben vannak. Nem betegek, nem arról van szó, hogy már 80-10 napszúrást kaptak, és akkor most meg kell őket gyógyítani, hanem csak egy fizikai szükségletük van, éhesek. És Jézus az éhezők felé hatalmas csodával ismét irgalmasságot gyakorol. Hogy sokszor Jézus ezeket a kis hétköznapi dolgainkat is ezzel a fajta irgalmassággal vesz körül. Vagy a Máté 20:34-ben olvashatjuk a vakok meggyógyítása kapcsán. Jézus pedig megszánta őket, illette az ő szemeiket, és a szemük azonnal megnyíltak, és követték őt. Utána olvashatjuk majd ugye a Márk evangéliumában még a leprásnak is a meggyógyítását, ami ugye a bűnnek a szimbóluma, vagyis Jézus ezzel a könyörületességgel, ezzel az irgalmassággal fordult azok felé, akik reménytelen helyzetben voltak. Egy vaknak ebben az időben ugyanolyan helyzete volt, mint annak a szegény özvegynek. Teljesen a társadalom perifériáján volt, teljesen ki volt szolgáltatva mindenkinek, teljesen az embereknek a adakozásától vagy adományaitól függött, és Jézus azáltal, hogy visszaadta a látását nekik, visszaadta az életüket, behozta reményt a szívükbe, elkezdhettek dolgozni, ha olyan életkorban voltak, elkezdhettek családot alapítani, feleségük, gyermekük lehetett. Egy teljesen új élet jött létre. Miért? Mert Isten irgalmas volt. És a mi Istenünk ilyen.
A mi Istenünk egy irgalmas Isten. És ne úgy gondolkozzunk róla, hogy tényleg alig várja, hogy agyonüssön bennünket, meg ott áll a bottal minden utca sarkon, hogyha rosszul nézel, rosszul lész, vagy nem úgy csinálsz valamit, hogy azonnal agyonvág. Istenünk nem ilyen. Nyilván olyat teszünk, int fed bennünket, mert ez fontos. De nem egy ilyen csőszként állott a életünk fölött, és akkor alig várja, hogy lesújtson. Mert nekünk egy irgalmas Istenünk van. Késedelmes haragra, sokszor hosszan tűrő az Isten. Sokszor figyelmeztet bennünket, sokszor figyelmeztet, és amikor már tényleg nem megy, akkor nyúl a bothoz, mint a atya a fiával, hogy a vesszőt használja. És itt vannak ugye a példázatok. Ugye, ahogy mondtam, nagyon érdekes, mert az egyik példázat a szamaritánusról szól, és a szamaritánusról olvashatjuk, hogy könyörületességre indult az összevert ember iránt. Ahogy mondtam, a farizeusok, a papok és a léviták annyira valláskárosultak voltak, hogy őket a vallásuk megakadályozta abban, a beszűkült tudatuk abban, hogy ennek az embernek, aki tényleg segítségre szorult, aki teljesen ki volt szolgáltatva, talán az élet és a halál mezsélyén volt, segítsenek, és ez az utolsó senkiházinak tartott Samáriairól azt mondja Jézus, hogy ez könyörületességre indult iránta. Olvastam egy történetet, egy liberális szociológus és pszichológus sétál az utcán, ketten vannak, és az egyik utca sarkon látnak egy agyonvert ember, tiszta vér, csatak, minden, és akkor ugye elkezdik elemezni a helyzetet. A szociológus elmondja, hogy milyen társadalmi körülmények vezettek ehhez az állapothoz, és a pszichológus pedig azt mondta, hogy aki ezt elkövette, annak tényleg nagy szüksége volna a mi segítségünkre. Nem azon gondolkozott, hogy a bajba jutotton segítsen és könyörüljön, hanem az elkövetővel kezdett el foglalkozni. És ma azért van kevés irgalmas szamaritánus a társadalmunkban is, mert a bűn elkövetőjét, a probléma okozóját és forrását sokkal többre becsülik, értékelik és foglalkoznak vele, mint a valóban rászorulókkal. És volt, aki már megegyezte, hogy az irgalmatlanság korában élünk. Amikor senkit nem érdekel, hogy mi van a másik emberrel, amikor nem nyitják rá a másik emberre az ajtót hetekig, hónapokig, rengeteg összetört szívű ember van, és szükség van olyan emberekre, akik felvállalják ezt a krisztusi irgalmasságot, és bemutatják Isten szeretetét gyakorlati módon. A Lukás 15:20-ban, és szintén ezt olvashatjuk, hogy a tékozló fiúnak az atya megesett a szíve a tékozló fián. Azért mondtam, az Istenről szól a tékozló fiú példázata. Az atya megkönyörült az ő fián, ahogy Isten is megkönyörült rajtunk. És egy ilyen Isten képben kell gondolkodnunk, hogy amikor tényleg nehézségeink, próbáink és problémáink vannak, akkor nem vagyunk egyedül, hanem van egy irgalmas Isten, aki lehajol hozzánk, aki megközelíthető, aki tényleg úton van hozzánk, és megérkezik. Azt olvashatjuk a Zsidók 4:15-16-ban, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértett mindenekben hozzánk hasonlóan kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Krisztus most a mennyben van, és mit gyakorol? Irgalmasságot. Ez egy nagyon-nagyon fontos igaz új szövetségben, nagyon hasonló az Ószövetség igéhez, amit felolvastam a 2. Mózesből, hogy a kegyelem királyi székéhez bátran járulhatunk, hogy irgalmasságot nyerjünk. Nem ítéletet, nem vádlást. Akik Krisztus Jézusban vannak, azok ellen nincsen kárhoztató ítélet. A kegyelem királyi székénél mindig találhatunk irgalmat. Mindig mehetünk. Isten irgalma határtalan. Isten irgalma végtelen. A legnehezebb, a legkilátástalanabb helyzetben is tud segíteni. És azt látjuk, hogy amikor megtörténik ez a csoda, feltámad ez a fiú, szintén érdekes, hogy nem olvassuk, ugye azt olvassuk, hogy megszólalt, olvassuk azt, hogy mit mondott. Semmit nem olvassunk. Az anya megköszönte Jézusnak, ezt se olvassuk.
Azért mondom, ez a történet, ez egy szintiszta nettó irgalmasság. Itt senki nem szól semmit, senki nem csinál semmit, itt mindent Jézus intéz, mindent Jézus irányít, és az egésznek az a végkifejlete, ahogy egy érdekes kifejezés van, hogy átadta őt az anyjának, ez ugyanaz a kifejezés szó szerint, amit Illéssel kapcsolatban használ a 1 Királyok 17.23-ban az ige, hogy felvette Illés a gyereket, alávitte őt a felházból a házba, és adta az ő anyjának. És ezt mondta Illés, lássad, él a te fiad. Ugyanazt teszi Jézus, mint amit Illés is tett. És ahogy mondtam, nem olvasunk semmit, hogy mi történt, nem olvassuk, hogy milyen beszélgetés volt. A tanítványok se szólnak közben, Péter se okoskodik, semmi dolog nincsen. Viszont van egy következménye, ez pedig, hogy az emberek elkezdik Istent dicsőíteni és magasztalni. Ahogy mondtam, érdekes, mert a domb túloldalán egy Sunem nemű helység volt, ott pedig Elizeus támasztott fel egy fiú gyermeket, és mind Elizeus és mind Illés, de különösen Illés, az Ószövetségnek a legnagyobb prófétái közé tartoznak, ugye Mózes mellett, és az eljövendő messiást is nagyon sokszor Illéssel hasonlították össze. Nem véletlen, hogy Bemerítő Jánossal kapcsolatban is felmerül ez a dolog, de itt azt látjuk, hogy Jézus visszaadja az anyának a fiút, és valóban azt lehet látni, azt lehet tapasztalni, hogy vannak olyan dolgok, olyan reménytelen helyzetek, amit csak Jézus tud visszaadni. Amit lehet, hogy már eltemettünk, lehet, hogy már visszük kifele, hogy az enyészeté legyen. Látszólag elmentek dolgok az életünkből, de vannak, amiket Isten vissza tud adni. Amiről már régen lemondtunk, elveszítettük benne a hitünket és a reménységünket, talán már hinni sem tudunk benne, akkor Krisztus jön, az ő irgalmasságával, és visszaadja nekünk. És az emberek emlékeztek erre a csodára, erre az ószövetségi dologra, és azt mondják, hogy ugye nagy próféta támad közöttünk. Ez egyértelmű utalás a 5 Mózes 18-ra, amikor Isten megígéri Mózesnek, hogy prófétát támad közöttetek az Úr, őrá hallgassatok. Tehát a próféta, vagy a nagy próféta, ez egy messiási cím volt. És van még itt egy elrejtett messiási cím, hogy amikor az emberek megfélemlettek, itt ugyanaz a kifejezés szerepel, mint a Zsoltárok 78.22-ben, hogy hozzanak ajándékot a félelmetesnek. A morech kifejezés a héberben, vagy a morach kifejezés, ez egy messiási cím volt, hogy a félelmetes Isten. Aki mikor megjelenik, az emberek szívében Isten félelmet hoz létre. Nem ezt a pánik félelmet, hanem az Isten félelmet hozza létre, mint ami ezekben az emberekben is történt. Hogy megjelent Isten természet fölötti módon, megjelent a próféta, és az emberek egyből elkezdték félni az Istent, elkezdték dicsérni az Istent, elkezdték magasztalni az Istent, és ennek következménye lett az, hogy minden tartományba a környéken eljutott a híre Jézus Krisztusnak a csodáival. És a mai napon már akkor erről nem fogok már nagyon belemenni, csak utaltam már rá, hogy nekünk is ezzel a irgalmassággal kell lenni mások felé. Két igeverset, egy igeverset szeretnék felolvasni még ezzel kapcsolatban. A Lukács 6.36-ban olvashatjuk, legyetek azért irgalmasok, mint a ti atyátok is irgalmas. Ezt Jézus ugye a hegyi beszédben mondja, és arra hívja fel a figyelmet, hogy legyünk irgalmasok. A világunk tele van koporsót vívő emberekkel. Sokan temetik a jövőjüket, sokan temetik az életüket, sok problémás ember van, és mi azért vagyunk ott, hogy találkozzunk velük. Hogy Jézus által, Jézustól vezettetve segítsünk ezeknek az embereknek, mutassuk be Istennek a szeretetét, és Istennek az irgalmát, és ahogy mondtam, sokszor ez az együttérzés gyakorlati cselekedetekkel is jár, tehát nem csak szóban, beszédben vagy írásban, meg Facebookon kell osztani az észt, hanem gyakorlati módon kell, hogy megnyilvánuljon. Ne féljünk áttörni a határokat, hogy olyan dolgokra kér Isten, ami feszegeti a vallási korlátainkat, nézzük meg, hogy nem-e az Isten irgalmasság akar utat törni éppen valahova, és tud lehajolni valaki felé. Független attól, hogy az adott szituációban és helyzetben mit gondolnak az emberek.
és ne határolódjunk el az emberektől, ne érjünk gettóba. Jézus is mindig az emberek között élt, szeretett az emberek között lenni. Ahogy mondtam, volt egy titkos szakasza a konfliktusok után, de alapvetően Jézus szeretett az emberek között lenni, nem menekült el az emberektől. Néha nekem van ilyen gondolatom, hogy nem is bírok senkit se látni, felmegyek a hegyekbe, elbújok a barlangba, a sziklahasalékba, hagyjon engem mindenki békébe, mert annyi probléma van, de nem erre vagyunk elhívva. Nem kivenne akar minket Krisztus a világból, hanem megtartani ebben a világban. És én erre bátorítok mindenkit, hogy ne csak éljünk ezzel az isteni irgalmassággal, amikor szükség van rá, hanem gyakoroljuk is ezt az isteni irgalmasságot. Amen.